Gyorsulás, mexikói drift, szlalom, kétkerekezés, tűzkapu, drift parkolás. Ez csak a töredéke azoknak a műsorelemeknek, amelyekkel lenyűgözték a szerencsi közönséget a Monster Truck Show kaszkadőrei. A legnehezebb elem Edward szerint a kétkerekezés. Két keréken menni autóval, ez nem olyan nagy kunst. Ha nekiállnál, te is szerintem egy-két hónapon belül tudnál menni egyenes, hanem ennek a hosszú háttérmunkája az, hogy egy helyre meg tudjál fordulni, megállni egy helybe, hogy civileket be tudjál ültetni az autóba, abban a magabiztossággal, hogy te tudja, hogy nem fogsz felborulni menet közben. Azon kívül a közönségtől valamikor tényleg másfél-két méterre megyünk el két keréken, és tehát ez a lényege, hogy a tapasztalat, a hossz, ugye egy profi attól lesz profi, ami én nem vagyok még, amikor több évtized van már mögötte. A veszélyes mutatványokat előadó hivatásos szakemberek a közönséget is bevonták a műsorba. Az egyik bátor jelentkező kipróbálhatta, milyen érzés egy élő akciófilmben részt venni. Hú, ez a kétkerekezés, ez nagyon tetszett egyébként, ez a kaszkadőr. Én nem is gondoltam, hogy ez ilyen kaszkadőrös előadás lesz. Én azt hittem, hogy csak autókat fognak törögetni, meg ilyenek, de ez nagyon meglepett. Ez az, ami nagyon megfogott, amikor beérkeztünk, kicsit késve érkeztünk, és ezt láttuk meg. Én már ezt otthon eldöntöttem, hogy nagyon szeretném, hogyha valakit behívnak, akkor biztos, hogy szeretnék menni, mert nagyon szeretem az adrenalint, úgyhogy adrenalin vágyó vagyok, úgyhogy emiatt. Milyen élmény volt egyébként? Fergeteges, nagyon jó volt, nagyon jól éreztem magam. Azt hittem, hogy durvább lesz maga az érzés, amikor bent ülök, de nem volt annyira félelmetes, nagyon tetszett. Szombati Edward az autós kaszkadőrök atya szinte cirkuszban nőtt fel, ugyanis régen artista volt. Egyszer egy filmjelenethez kérték fel kaszkadőrnek, mert tudták, hogy tud sétálni drótkötélen, amire ő szívesen vállalkozott is. Innentől kezdve automatikusan jöttek a felkérések és beindult a karrierje. Immár 20 éve dolgozik a szakmában a tehetséges férfi, aki társaival ötvözte a cirkuszi műsort kaszkadőr előadással. De mi kell ahhoz, hogy valaki erre adja a fejét? Elhivatás, egy normális fokú őrültség, hiszen minden, aki a technikai sporttal foglalkozik, szerintem egyikön sem normális. Itt annyi mondom, hogy nem egy rally verseny. Itt nem a határainkat feszegetjük a véglegetig, hanem inkább artisztikával foglalkozunk, ugye, hogy a közönség, mint látod, és a célközönségünk az egy családi program, egy családi rendezvény. És ha szeretné valaki hivatásos kaszkadőr lenni, tehát nem önjelölt kaszkadőrként egyes rendezvényekre elmenni, a hivatásos kaszkadőrként, akkor bizony vizsgáknak kell eleget tenni, ami reflex vizsgálatot, tehát fizikai vizsgákról beszélek, illetve a többiben többféle kaszkadőr van pirotechnikai kaszkadőr, annak ugye nagyon kell érteni a kémiához, fizikához. Vannak ugye a dublőr kaszkadőrök, akik mint például Magyarország egyik leghíresebb kaszkadőre, Piro Gábor, aki dublőr kaszkadőrként, tehát hatalmas területekről ugrál le, a Titanicban szerepelt, ő volt az a fiatalember, aki a talajnál legutolsó pillanatban esett. Tehát többféle kaszkadőr van, autós, motoros kaszkadőr, és ugye egy kaszkadőr nem lehet minden pályán a profi, ezért mindenki szakosodik egy bizonyosra. Mi az autó artisztikára szakosodtunk. Vezetési alapismeretek bemutatása, szlalomozás bóják között előre és hátra menetben, kézifékes befordulás 180 fokban. Többek között ezeknek az elvárásoknak kell megfelelniük azoknak a vállalkozó szelleműeknek, akik arra teszik fel az életüket, hogy autós kaszkadőrök legyenek. A Monster Truck Show munkatársait még mindig az adrenalin hajtja, akiket legközelebb június 3-án Sárospatakon, 4-én Sátoraljaújhelyben és Pünköst hétfőn Nyíregyházán tekinthetnek meg az érdeklődők.